Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyeteme Szeged harmadik szemeszterének 7. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az előadás sorozat a Szegedi Tudományegyetem és a Minden Tudás Egyeteme KHT együttműködésében jött létre, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos irányítása mellett és a Magyar Telekom társadalmi szerepvállalásával. A harmadik szemeszterben 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő tudósokkal. Az előadássorozat a Városi Televízióban péntek és vasárnap esténként, illetve a Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapon tekinthető meg. Az előadás teljes anyaga letölthető a webrádión, összefoglalóját pedig a Dél-Magyarországban és a Szegedi Egyetemben olvashatják. A Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapon folyamatosan láthatóak az előző szemeszterek előadásai is. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, tévénézőink pedig a Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapján tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Vince Gábor, az Emlékpont fél évszázad vásárhelyen humánoktatási központ történész munkatársa. 1962-ben született Békésen. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte történelem szakon. 1989-től az egyetem társadalomelméleti és kortörténeti gyűjteményének szakreferense. A 90-es évek második felében a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem vendégtanára, ezen kívül tartott órákat a József Attila Tudományegyetemen is. A 2006-2007-es tanévben a Károli Gáspár Református Egyetemen oktat. Kutatási területe kezdetben az erdélyi magyarság és a magyar-román államközi kapcsolatok 1944 és 1989 közötti történelme volt. Foglalkozott a moldvai csángó magyarság 20. századi sorsával, az 1918-19-es erdélyi impériumváltással és a Ferenc József Tudományegyetem történetével is. Jelenleg Hódmezővásárhely református és katolikus egyházainak 1945 utáni történetét kutatja. A kolozsvári Magyar Kisebbség Nemzetpolitikai Szemle külső szerkesztője. Több dokumentumfilm történész szakértője, többek között részt vett a Duna Televízió Moldvai csángók migrációja a 20. században című filmjének készítésében. Kutatásai eredményét eddig 11 könyvben, mintegy 110 tanulmányban, könyvkritikában foglalta össze, valamint részt vett 5 könyv szerkesztésében. Felkérem dr. Vince Gábort, tartsa meg előadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásomnak a témája az, miként a címből is kitetszik, hogy miként került ide az eredete Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Szegedre. Hogyan lett ez a város tulajdonképpen egyetemi város? Mielőtt témámba beletekintenék, beszeretném mutatni tulajdonképpen ennek a történetnek a főbb szereplőit. Az első szereplő, ha úgy tetszik, maga a Tudományegyetem. A Ferenc József Tudományegyetem a főépületét, látják a kolozsvári főépületét, 1872-ben hozzák létre. Az ország második tudományegyeteme, hogy miért pont Kolozsváron alapítják meg, arról csak nagyon-nagyon röviden szeretnék beszélni. Ennek történelmi előzményei is vannak, hisz Bátor István erdélyi fejedelemtől Mária Teréziáig több olyan korszaka volt erdélyi történelmének, illetve az erdélyi magyarság történelmének, amikor felsőoktatási intézménnyel rendelkezett ez a közösség, de nem csak történelmi előzményekről beszélhetünk, hanem arról is említést kell tenni, hogy amikor ezt az egyetemet megalapítják, illetve amikor Kolozsvárra helyezik az ország másik egyetemét, ez a város, Kolozsvár olyan tudományos gyűjteménnyel rendelkezik, amellyel más város nem. Az Erdélyi Múzeum Egyesület tudományos gyűjteményeiről van szó. Tulajdonképpen ez az az alap, amelyre
egyetemet építenek, és van egy harmadik ok is, kimondott, kimondatlan ok, amit úgy lehetne talán összefoglalni, hogy erdély magyarság, amely ekkor a történeti Erdélyről van szó, amely ekkor tulajdonképpen már egy kisebbség is, a népesség többsége román, erdély magyarsága egyfajta kultúrfölényt szeretne ezzel az egyetemmel bizonyítani, hisz az 1872-ben alapított Ferenc József Tudományegyetem a románság számára csak egy tanszéket biztosított, és ezt az akkori román kisebbségi vezetők sérelemként élték meg, illetve folyamatosan hangoztatták a következő évtizedekben, hogy az erdélyi románság számára úgymond kijárna egy önálló román egyetem. Egyébként 1848-ban fölismerült, hogy Balázsfalván román egyetemet hozzanak létre. Ezt, mindezt azért említem meg, mert 1918-19-ben többen hangoztatták az akkori román vezetők közül, hogy ezt a sérelmet kompenzálni kell, és 19-ben ezt a sérelmet úgy kompenzálták, erről majd bőven fogok beszélni, hogy a Magyar Egyetemet felszámolták, és helyette Román Egyetemet hoztak létre. Mielőtt rátérnék a történet lényegére, még néhány főszereplőről kellene beszélni. A történet egyik főszereplője, Schneller István, az 1918-19-es tanév rektora. Ekkor már 70 év fölötti tekintélyes professzor, aki tulajdonképpen a tudományának él, a napi politikába, ellentétben más kollégáival napi politikában nem vesz részt, és ő az a férfiú, aki, és erről majd bővebben fogok még beszélni, ő az a férfiú, aki a menekült vagy száműzött egyetemet, ezt a két fogalmat 1919 után mondhatni szinonimaként használták. Nekem az a meggyőződésem, hogy itt száműzött egyetemről beszélhetünk, hisz nem önként menekült ez az egyetem el Kolozsvárról, hanem elüldözték a román hatóságok. Tehát ennek a száműzött egyetemnek a budapesti vezetője lesz, és mindvégig, amikor felmerül az a lehetőség, hogy Kolozsvári Egyetem Szegedre költözhet, mindvégig ennek a tervnek a támogatója Schneller István. A következő személy, akiről mindenképpen néhány szót kell mondani, Kolozsvári Bálint. Tulajdonképpen ő az utolsó Kolozsváron megválasztott legitim rektor ennek az egyetemnek, a 1920-as tanév rektora, és ő az, aki családjánál fogva leginkább ragaszkodik Kolozsvárhoz, régi nemesi származású jogász familia. Az édesapja Kolozsvári Sándor is már egy nagy tekintőjű jogász professzora volt az egyetemnek, és hát úgy is mondhatnám, hogy Kolozsvári Bálint az, aki a süllyedő hajónak az a kapitány, aki legutoljára hagyja el a süllyedő hajót, tehát legkésőbb jön át Kolozsvárról Szegedre, 1921. szeptemberében. Menyhárd Gáspárról kellene még egy néhány szót szólni. Menyhárd Gáspár a legelső rektor ennek az egyetemnek, már a szegedi rektora, a 21-22-es tanév rektora, ugyancsak jogász professzor. A 19-20-as tanév jogikari dékányának választották meg. Ő ugyancsak kénytelen elhagyni Kolozsvárt, és amikor 1921 tavaszán Schneller István lemond a kvázi rektori tisztségéről, tulajdonképpen prorektor ekkor Schneller István, de a rektori teendőket látja el Budapesten, akkor Menyhárd Gáspár veszi át ezt a szerepkört, és végül is 1921 szeptemberében választják meg rektorrá. Apát Istvánról azért gondolom azt, hogy említést kellene tenni, mert említettem, hogy Schneller és talán Menyhárd Gáspár is inkább a tudományának él,
Apát István az a professzor, aki annak ellenére, hogy, vagy azzal együtt, hogy Európa szerte ismert biológus, a napi politizálásban is részt vesz, és hát talán idézőjelbe téve ez okozza a vesztét. Apát Istvánról talán még annyit meg kellene említeni, hogy kezdetben Jászi Oszkár köréhez tartozik, majd Jászi Oszkárral, a polgári radikálisokkal szembefordult, és a háború alatt már szemére hányja Jászi Oszkárnak, hogy túlságosan naív és optimista, ami a nemzetiségi vezetők törekvéseit illeti, és 1918-ban pedig majd a kolozsvári eseményeknek az egyik főszereplője lesz, ami a politikai eseményeket illeti. Márki Sándorról pedig azért szeretnék egy pár szót mondani, mert túl azon, hogy a korszak egyik legnagyobb történésze, ha valaki ennek a tágabb régiónak a történetét meg szeretné ismerni, akkor feltétlenül kézbe kell venni az Arad-Szabad királyi város és Arad vármegye című monográfiáját, de nem is ezért említem meg, hanem azért, mert hát szinte fél évszázadon keresztül vezetett naplót, és ez a naplója, ez egy aranybánya, hát én is csak ennek az aranybányának, hogy úgy mondjam, csak a egyik vékony telérét néztem meg, azokat az éveket, amelyek a előadásom tárgyát képezik. Egy hihetetlen, csodálatos forrás ennek a korszaknak, illetve egyáltalán, ha valaki meg akarná ismerni a századforduló kolozsvári magyar társadalmát, vagy meg szeretné ismerni azt, hogy ennek a antivilágnak, a száz évvel ezelőtti korszaknak milyen volt az értelmiségi hétköznapja, mindennapjai, akkor tudom ajánlani, hogy Márkinak a naplóját vegye kézbe. Végezetül pedig Szanner Pált azért említem meg, mert ő az a ugyancsak jogász professzora az egyetemnek, akinek tulajdonképpen részben neki is köszönhető, hogy október 9-én 1921-ben mindenféle nehézségek ellenére mégiscsak tanévnyitó volt ebben a városban, hisz 1920. augusztusában az egyetemi tanács a Budán összeállt idézőben helyettes egyetemi tanács javaslatára a kormány kinevezte kormánybiztossá, és tulajdonképpen ő koordinálta 1920 nyarától egészen 1921 őszéig a Szegedre történő költözésnek a munkálatait. Éppként egy kiváló szervezőkészséggel megáldott ember volt, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az Országos Menekültügyi Hivatal Diákbizottságának is egy fél évig ő volt a vezetője, tehát, hogy is mondjam, a szervezésnek, a ügyintézésnek egy nagyon profi emberét ismerhetjük meg. Végezetül Szádeczky Kardos Lajost pedig azért említem meg, mert ugyancsak ennek a korszaknak egy nagy történésze, de erről majd bővebben fogok beszélni. Ő az, aki egyébként 1921 tavaszán, májusban, amikor végre a nemzetgyűlés elé kerül a két számozott egyetemnek a sorsa, hogy mi legyen vele, ő az a férfiú, aki előterjeszti ezt a törvényjavaslatot, egyébként pedig ebben a pillanatban, tehát 1921-ben Hódmezővásárhelynek a nemzetgyűlési képviselője, úgymond szabadságolt professzora az egyetemnek. És azt hiszem, hogy nem lehet eltekinteni attól, hogy a szegedieket is megemlítsük. Somogyi Szilveszterről van szó. Ez az a férfiú, aki másfél évtizeden keresztül irányítja a várost, 1915-től kezdve polgármestere Szegednek, és nekem meggyőződésem, hogyha Somogyi Szilveszternek a jó értelmet fanatizmusa, kitartása nincs, akkor egyáltalán nem biztos, hogy 1921 őszén itt
egyetemi tanévnyitót lehet tartani a városban. Nagyon is elképzelhető, hogy esetleg egy vagy két évet csúszik ez a tanévnyitó. Somogyi Szilveszter mindent egy lapra tett fel, és hogy úgy mondjam, bele lovalta magát ebbe a dologba, hogy itt Szegede egyetemet kell hozni. Megragadott egy kivételes alkalmat, és bármi áron, de az egyetemet ide kell hozni, gondolta. Az, hogy mit jelent, hogy bármi áron, erről majd még bővebben fogok beszélni. És végezetül Ajner Károlyt azért említem meg, mert a szegedi főispánnak a nevét azt később valami oknál fogva kiretusálták az egyetem történeti dolgozatokból, pedig szegedi főispánként 920 nyarától nagyon sokat tett azért ő is Somogyi Szilveszterrel együtt, hogy ide kerüljön az egyetem, és jellemző a helyi, hogy is mondjam, viszonyokra, hogy amikor 921. október 9-én végre az ünnepélyes tanévnyitó megtörténik, este a banketre Aigner főispánt nem hívták meg. Kezdjük a történetet azzal, hogy 1918. október 30-án Budapesten történik egy fordulat. Ezt úgy szokás emlegetni, és erről bővebben nem szeretnék beszélni, ez közismert, hogy őszirózsás forradalom van Budapesten. Ennek hírére Kolozsváron is megalakul a Magyar Nemzeti Tanács, és a már említett apáti professzort nevezik ki, vagy választják meg a Kolozsvári Magyar Nemzeti Tanács élére. Az, hogy mi történik az országban 918. október-novemberében, erről nem szeretnék beszélni, hisz nagyon rövid idő adatot meg nekem arra, hogy ezt az egész történetet ismertessem önökkel. Ha valakit esetleg érdekelne, hogy miként látom az október-november-decemberi országos eseményeket, nagyon szívesen beszélek erről, de most ettől szeretnék eltekinteni. Csak annyit jegyzek meg, hogy Kolozsváron 918. november-decemberében kétségbeesett erőfeszítés történik arra, hogy ezt a régiót, a történeti Erdélyt, illetve a Kelet-Magyarországot valamiképpen megmentsék. Kormányzati segítséget, tehát Budapestről kormányzati segítséget ez az erőfeszítéshez nem kapnak. És hát, hogy úgy mondjam, apátiék magukra maradnak. A kormányzati segítség elmaradása többek között azt jelentette, hogy a román hadsereg közeledik Kolozsvár felé, ugye ez közismert talán, hogy 1918. november 8-án a belgrádi katonai konvencióval rögzítik azt, hogy a Maros vonalán egy demarkációs vonal fog húzódni. Amikor ezt a demarkációs vonalat a román hadsereg eléri, néhány nap múlva átlépi ezt a demarkációs vonalat, és tovább vonul Kolozsvárra. Kétségbe esetten kérik a kolozsváriak, apát Istvánék, hogy valami katonai segítséget kapjanak Budapestről, ezt nem kapják meg. Végül, amikor Budapesten ráeszmél a kormány, hogy itt nagyon nagy bajok vannak, akkor hát, hogy úgy mondjam, egyfajta ilyen pótselekvés következik el. Kelet-Magyarországi kormánybiztosságot állítanak föl, és ennek az élére Apáth Istvánt nevezik ki. És Apáth István 7 nappal át éve dolgozik, nem rajta múlik, hogy tulajdonképpen semmi érdemlegeset nem tud tenni, hisz nem állnak rendelkezésére azok a katonai erők, amelyek megállíthatnák az előre nyomuló román hadsereget. Hadd említsem meg, hogy a francia források szerint 918. novemberében egész Erdélyben egy olyan 30-35 ezer fős román hadseregről volt szó csupán. Ennek következtében 1918. december 24-én bevonulnak a román csapatok Kolozsvára, a várost tulajdonképpen hasz nélkül feladták, és hogy ez miként érintette az egyetemet, arról csak annyit szeretnénk mondani, hogy mindenki kiábrándult volt, nem tudták azt, hogy tulajdonképpen mi fog bekövetkezni, de nagyon sokan féltek attól, hogy itt az egyetemben baj lesz.
1918. december 31-én Schneller Istvánt, az ősz rektort, katonák végigvezetik a városon, mint egy demonstrálva azt, a hódítók, hogy ők bármit megtehetnek, azt mondják, hogy bocsánat, tévedés volt, hogy elvezettük a rendőrség, majd meg visszavezetik. Ez mint egy jelezte azt, hogy itt sok jóra nem lehet számítani. 1919 tavaszán pedig kiderül az, hogy valóban nem sok jóra lehet számítani. Tudnék, elkezdődik egy érdekes játék. Márciusban felszólítják az egyetem tanácsát, hogy tegyék le záros határidőn belül az esküt Ferdinánd román királyra, annak ellenére, hogy nemzetközi jogilag erre nem lehetne kötelezni sem az egyetem vezetőségét, a professzorokat, sem egyébként mondjuk a köztisztviselői kart. Pontosan lehetett tudni azt, hogy ezt vissza fogják utasítani. Megjegyzem egyébként, hogy ekkor román részről sincs egyetértés, hogy mi is legyen az egyetem sorsa. Voltak olyan románok, például Nikolája Jorga, akit igazán nem lehet magyar barátsággal vádolni, a korszak egyik legnagyobb formátumú történész professzora, aki azt mondta, hogy egy másik egyetemet, egy új román egyetemet kellene Kolozsváron létrehozni a Magyar Egyetem mellett. Viszont volt egy tanár, Onisifur Gibu, akit nyugodtan lehet mai fogalmaik szerint hungarofóbnak mondani, aki később vállalta is ezt, és büszkélkedett vele, hogy fanatikus magyar gyűlölő, akinek sikerült meggyőzni a Nagyszebenben létrehozott, 1918. decemberében Nagyszebenben létrehozott konzilió dirigent, kormányzó tanácsnak a vezetői, többek között Julius Manniot is, hogy el kell venni az egyetemet. Nem akármikor kell elvenni az egyetemet, lehetőleg akkor kell elvenni, amikor, hogy úgy mondjam, a professzori kart és a diákságot ezzel sokkolni lehet, és ez pont a vizsgáztatás kellős közepe, 1918. május 12-e. Előtte néhány nappal azért történik egy dolog, május 9-én, 10-én egyetemi tanácsi választások vannak, megválasztják az új dékánokat, majd pedig 11-én megválasztják az új rektort, a már említett Kolozsvári Bálintot. És egy nappal később a vizsgáztatás kellős közepén az egyetemet körbefogja egy katonai alakulat, fölmegy egy delegáció, és bejelentik, hogy miután nem tették le az esküt a román királyra, egyszerűen elkobozzák ezt az épületet. Amikor Schneller tiltakozik, akkor Vasziljó őrnagy szimbolikusan erőszakot tesz azzal, hogy ráteszi a kezét a Schneller rektornak a vállára. Ezzel jelzi azt, hogy a hatalom az övék, és egyszerűen ettől fogva el kell hagyni az épületet. Föl lehet tenni a kérdést, hogy miért nem várták meg a vizsgáztatás végét. A gyanúm az, hogy azért nem, mert hogyha a diákság levizsgázik, esetleg egyben marad Kolozsváron, és hát esetleg zavargások történnek, vagy tehát azt a 1500 fős tömeget jobb, hogyha szélnek keresztjük, ne vizsgázzanak le, az indexeiket ne tudják aláíratni, mindenki menjen amerre tud, menjen Debrecenbe az egyetemre, menjen Budapestre, bárhova, csak menjen el a városból. Ez a hátsó szándék egyébként majd más területen is tetten érhető. Beszéljünk tovább, hogy mi is volt a professzorokkal. 1918 nyarán őszén, hát mai kifejezésen élve egyfajta etnikai tisztogatás történik a városban, Kolozsváron, ami azt jelentette, hogy a város magyar nemzetiségű lakosságának egy jelentős részét mindenféle mondva csinált ürügyekkel egyszerűen kiüldözik a városból, eltávolítják rendőri katonai erőszakkal, és ez a sors vár a professzorok egy részére is. Hogy milyen jogi módszerekkel, körmönfon trükkökkel távolítják el professzorokat a városba, erről nem szeretnék beszélni, csak egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Sokan azt hiszik, Fölök Kós Károlynak a Kiáltószó című pamfletje után, hogy akik
mentek Erdélyből, eljöttek Erdélyből 1918 és 24 között, azok hát gyáván elmenekültek és ott hagyták Erdélyt. Szó sincs róla, az emberek egy jelentős része nem önként jött el Erdélyből, mint hogy a professzorok jelentős része sem önként jött el, hanem egyszerűen felszólították őket, hogy mondjuk 48 órán belül, vagy záros határidőn belül hagyják el a várost. Persze voltak ilyen trükkök is, hogy mondjuk Dézsi Lajos professzor családjával együtt kirakták város szélére a Brétfüm nevű negyedbe, egy szobakonyhás putriba, és ezek után úgy döntött, hogy hát inkább talán akkor mégiscsak Budapestre jönnek. Ennek következtében 1919 végére, november végére, december elére tulajdonképpen a professzori karnak majdnem fele, mint egy 19 tanár Budapesten gyűlt össze. És fölvetődött az a kérdés, hogy mit is kellene csinálni. Ezek a professzorok olyan tudású, olyan kvalitású emberek voltak, hogy azt hiszem, bárhol Európában elmehettek volna bármelyik egyetemre, vagy akár Budapestre is, és hogyha csak a saját egzisztenciájukat nézik, akkor igazából megteremthették volna bárhol az egzisztenciájukat. Akár átmehettek volna az óceánon túlra is. Ők egyben maradtak, mert az volt a elképzelésük, hogy ezt az egyetemet, a Kolozsvár Egyetemet, a Ferenc József Tudományi Egyetemet meg kell menteni, egybe kell tartani. Nem gondolták azt, hogy Kolozsvár elvétele az, vagy megszállása az tartós lesz. Úgy gondolták, hogy ez egy ideglenes dolog, túléljük, és akkor majd visszamegyünk Kolozsvárra. 919. november 26-án Budapesten van egy szűkörű értekezlet. Ezen az értekezleten részt vesz az a Bethlen István, aki ugye Erdély számozása, később miniszterelnök lesz. Részt vesz az a Tóth Lajos kultuszminisztérium helyettes államtitkár, aki az első világháború előtt jó egy néhány évvel még a Kolozsvár Egyetemnek a professzora volt, és mint helyettes kultuszminisztérium államtitkár kezdettől fogva mindent megtesz azért, hogy Szegedre jöjjön ez az egyetem. Ez irányú tevékenységét egyébként a 20-as években, halál előtt két évvel, díszdoktori címmel hálálta meg az egyetem vezetősége. Jelen volt ezen a tanácskozáson természetesen Schneller professzor is a száműzött egyetem nevében, és jelen volt még egy ember, akit ugyancsak kiretusáltak az egyetem és a város történetéből, igaz, hogy mondjuk húzamosabb ideig nem is volt itt a városban, őt pedig Vazek Ernőnek hívják, és néhány hónapig a város kormánybiztos főispánja volt. Ez a Vazek Ernő az, aki először értesíti a várost 1919. november 26-27-én arra, hogy felmerült az az elképzelés, hogy ezt a számizott egyetemet le kellene hozni a Tisza partjára. Vazek Ernő néhány hónappal később lemonda erről a megbízatásáról, főispán megbízatásáról, és talán azért is retusálja ki a nevét az egyetem történetéből, mert később mindenféle zavaros ügyekbe, sikasztás ügyekbe keveredik, másrészt pedig egy ilyen ejtőernyős volt itt a városban, Budapestről ejtették ide le, és igazából ezt az embert soha nem fogadta be a helyi közösség, de el kell ismerni azt, hogy mégiscsak Vazek Ernő volt az, aki először értesítette a város vezetőségét arról, hogy van egy ilyen elképzelés. Amint meghallotta ezt a tervet Somogyi Szilveszter, úgy gondolta, hogy itt az alkalom, amit meg kell ragadni, mert lehet, hogy soha vissza nem térő alkalom. És akkor most tegyünk egy zárójelet, meg szeretném említeni, hogy itt valójában van egy hamis mítosz az egyetemmel kapcsolatban. Számtalan szerző 922 óta leírta azt, hogy a város vezetősége már 919 tavaszán, májusában meghívta a Kolozsvár Egyetemet Szegedre. Szó sincs róla. Nem az egész egyetemet hívta meg, bár nagyon szegényesek a forrásaink ezen a téren, de azt azért pontosan lehet most már tudni, hogy az történt, hogy a Kolozsvár Egyetem hallgatóinak az egy része itt a városba gyűlt össze, ugye hát Budapesten tanácsköztársaság van, zavaros viszonyok, oda nem szívesen mennek az emberek, és az egyetemi hallgatóság egy jó rész, akik bácskai, bánáti, erdély származásak, itt a városba gyűlnek össze, és 919
májusában fölvetődik az, hogy az összegyűlt hallgatóságot le kellene vizsgáztatni, és május 9-én, tehát néhány nappal azelőtt, hogy Kolozsváron a romák elfoglalják az egyetemet, május 9-én Somogyi Szilveszter polgármester ír egy levelet, amelyben meghív néhány kolozsvári professzort, főleg jogászokat, hogy vizsgáztassák le a helyben lévő diákokat. Két diákot elküldenek Kolozsvárra, ezek néhány héttel később meg is érkeznek Kolozsvárra, átadják ezt a meghívót, a megszálló román hatóságok közlik is, hogy persze hát a professzorokat szívesen elengedik, adnak úti engedélyt, jöjjenek Szegedre, egy feltétellel, hogy nem menjenek vissza Kolozsvárra. Hát persze ezt a feltételt, ebbe a feltételbe nem mennek bele a kolozsvári professzorok, tehát le se jönnek Szegedre. Hangsúlyozom még egyszer, hogy 19 májusában nem az egész egyetemet, hanem csak néhány professzort akartak idehívni. De visszatérve az év végére, amint meghallja a Somogyi Szilveszter, hogy hát Budapesten fölvetődött, hogy esetleg lejöhetné ide a számított egyetem Tisza partjára, fölmennek, tárgyalások vannak, beszélnek Schnellerrel, illetve 1919. november 26-án, amikor ez az átkörű értekezlet volt, aznap megalapítottak Budapesten egy úgynevezett helyettes egyetemi tanácsot, hisz a legitim egyetemi tanács az Kolozsváron működött. Annak egy tagja, ennek az egyetemi tanácsnak egy tagja Menyhárd Gáspár jogi kari dékán, az, aki Budapesten, az összes többi egyetemi tanácsi tag pedig Kolozsváron maradt. Létrehoznak egy úgynevezett helyettes egyetemi tanácsot, amely tulajdonképpen ezt a részegyetemet képviseli az elkövetkező másfél évben Budapesten. És ez a helyettes egyetemi tanács fölkarolja a Szegede telepedésnek az ötletét. Eltelik néhány hét, a két város között, Budapest és Kolozsvár között nincsen vasúti összeköttetés ebben az időszakban. Emiatt csak január 13-án jönnek le a városba, és a helyi városvezetés hát megmutatja azokat az épületeket, amelyeket felajánlottak az egyetem céljára. Többek között ezt az épületet is, ez a királyi ítélő táblának az épülete ekkor 1919-20-21-ben. Eredetileg egyébként oktatási célokra épült, főreáll iskolának épült még kezdetén, majd pedig az igazságügyi minisztérium, hát hogy úgy mondjam, elhappolta. Lényeg az, hogy ezt az épületet ajánlják föl többek között. A felső ipariskola ekkor még nem kerül olyan szóba, de a felajánlott épületek esetén kiderül az, hogy tulajdonképpen az orvos karnak a megfelelő elhelyezését nem lehet biztosítani, hisz a közkórház és szakkórházakat ugyancsak felajánlják az egyetem céljaira, de ez túl kevésnek bizonyul, ezért már fél évvel később szóba kerül ez a úgynevezett felső ipariskola is. Ez valójában egy vadonatúj épület volt, és a háború előtt fejezték be, kitört a háború, rögtön a katonaság költözött be, aztán menekültek, stb. Tehát igazából maga a felső ipariskola még be se költözhetett, és ide költözik majd 1921 nyarán az orvoskarnak egy része, amit még fele ajánlottak, ez az állami főgimnázium. És azért érdekes ez a történet, mert kezdettől fogva, tehát 1920 elején azok az épületek, ingatlanok, amelyeket felajánl a város vezetésége, annak a döntő része nem a város tulajdona, hanem állami kincstári tulajdon. És szóba kerül ez az aditéri épület is, amit most kicsit nehéz fölismerni, hisz tulajdonképpen most hátulról látjuk ezt az épületet. Ekkor a Szegedi Vasúti Központi Leszámoló Hivatal épülete, ezt szegediesen leszámítoló palotának becézték akkoriban. Ez tulajdonképpen egy ilyen pénzügyi központja volt a MÁV-nak, és ekkor már jó részt üres, illetve menekültek foglalták el. Most visszatérve a 1920 elejére, az egyetemi tanács delegációja nagyon meg van elégedve, főleg amikor megtudják, hogy a város felajánlott 6 millió koronát is az épületek átalakítása céljából. Persze aztán gyorsan osztottak, szoroztak, és kiderült, hogy hát az a 6 millió korona az nagyon-nagyon kevés. Ebből aztán később, fél évvel később már 7 millió korona lett, de aztán kiderült, hogy ez a 7 millió korona is nagyon-nagyon kevés, hisz egyébként is az infláció kezdett felerősödni.
És 1921 tavaszán, májusában, amikor a közgyűlés, a városi közgyűlés megvitatja az egyetem dolgát, akkor már úgy fogalmaznak a helyi sajtóban, illetve idézik Somogyi polgármestert, hogy hát ennek a 7 milliónak már pótfüle is lesz, vagyis a 7 millióból 8 millió lett. Ez egyébként ez a 8 millió pedig hitel, tehát kölcsönt vett föl a város, és tulajdonképpen kiderült 21 nyár végére, hogy ez a 8 millió is túlságosan kevés az épületek átalakítására. Most az említett Vazek Ernő, mikor lejött a városba, akkor nagy boldogan elúságolt az összes újságírónak, hogy hát már februárban itten tulajdonképpen az egyetem működhetne. Hát persze ez egy blöff volt, tehát hogy úgy mondjam, mépelmű ember nem vehette komolyan. Arra számítottak, hogy majd 1920 őszén azért a tanévet meg lehet nyitni Szegeden. Igen, ám csak, hogy volt három alapvető probléma. Az egyik, hogy folyamatosan belpolitikai válság volt akkor is Magyarországon. Ugye 1920 januárjában nemzetgyűlési választások vannak, aztán a Huszár kormány lemond, Simonyi és Adam kormány, akik a békefeltételekre adandó válasz kidolgozásával töltik az idejüket, majd a békediktátum aláírása után lemond a Simonyi és Adam kormány, aztán végül nagy nehezen a Teleki kormányától, stb. Tehát tulajdonképpen az egész 1920-as év eltelik azzal, hogy a politikusok mindennel foglalkoznak, csak éppen a Szegedi Egyetem jövőjével nem. Eközben egyébként folyamatosan megy az ígérgetés. Szerencsétlen Somogyi polgármester folyamatosan rohangál Pestre, az összes miniszter ígérget neki fűtfát, hogy igen, például a MÁV leszámítoló épületét is majd ki fogják ürülteni, aztán végül a közlekedési miniszter közli vele, hogy sajnos ezt nem tudják átadni, mert még szükség van rá néhány évig. Tulajdonképpen az egyedüli pozitív fejlemény az, hogy 1920. augusztusában bevallja azt Haller István kultuszminiszter, aki egyébként mindvégig támogatja az egyetem ide jövetelét, bevallja azt, hogy hát igazság szerint még egy évet kell várni arra, hogy ide jöhet az egyetem a városba, de legalább annyit megtesznek, hogy 1920. augusztus 12-én egy minisztertanácsi határozatot hoznak, amelyben eldöntik, hogy a két száműzött egyetem, tehát a Pozsonyból előzött Erzsébet királyi tudományegyetem és a Ferenc József tudományegyetem nem egy helyre jön, mert addig fölmerült ez a lehetőség is, hogy mind a kettőt ide hozzák. Az egyik megy Pécsre, másik jön Szegedre. A Budán 1920 márciusában működni kezdő két, hogy úgy mondjam, együtt kooperáló egyetem még egy évet kap, tehát a költségvetésből még finanszírozzák a 1920-21-es tanév budai működését is. Előírják azt, hogy a polgármester Somogyi Szilveszter, illetve a városvezetése minden eszközzel törekedjen arra, hogy az épületeket kiürítsék, és felkérik az egyetemi tanácsot, hogy nevezzenek ki egy kormánybiztost, ő Szantner Pál, akit már bemutattam. Tehát az, hogy végre legalább van egy miniszteri határozat, hogy az egyetemet egy év múlva idehozok, ez már egy pozitív lépés a korábbi semmittevéshez és ígérgetésekhez képest. Hát más kérdés egyébként, hogy túlságosan a város nem örül ennek, de kétség kívül a kedélyek valamelyest megnyugodtak, de meg kell jegyezem, hogy nem minden körült annak, hogy az egyetem ide kerül. Erről ugyancsak nem szokott a szakirodalom említést tenni, mert kicsit kínos az, hogy itt nem egyöntetően lelkesedéssel fogadták az egyetem idejövetelét, és meg kell jegyezni azt, hogy akik ellenezték azt, hogy ide jön az egyetem, nekik is volt némi igazuk. Tudni, nem azt mondták, hogy a városnak nem kell egyetem, hanem rendszeresen azt hangsúlyozták, hogy túl nagy árat fizet a város azért, hogy már 1921 őszére ide kerüljön az egyetem. Ezt említettem azt, hogy a város vezetése mindenféle ingatlanokat ajánl föl. Ugye azt, hogy központi épületet vagy új ingatlanokat építsenek itt az egyetem számára egy vesztes háború után, az ország történelme, a Magyarország szétesése után, tehát ez nyilvánvalóan képtelenség volt.
Mint hogy például a 912-ben létrehozott Debreceni Egyetemnek ugye kezdettől fogva épült egy központi épülete. Itt ebben az esetben erre nem lehet ezt számítani. Nyilvánvaló, hogy meglépő épületekből kell valamit felajánlani, és hát azok a gimnázium igazgatók, iskolaigazgatók, akik azt látták, hogy az ő gimnáziumokat, mondjuk a városi felsőkereskedelmi iskolát és az állami felsőkereskedelmi iskolát, tehát elég sok ilyen párhuzamos intézmény volt a városban, ezeket egy épületbe szorítják össze azért, mert a másiknak az ingatlanját át kell adni, az épületét át kell adni az egyetem számára, és nagyon sokan sérelemként fogták föl, és attól féltek, hogy a városnak a nagyon színvonalas, középfokú oktatása meg fogja szenvedni ezt az egész dolgot, féltették a középfokú oktatás színvonalát. Meg kell jegyezem egyébként, hogy akik azt mondták, hogy oktalan ez a félelem, hisz 1918 előtt nagyon sokan a Bácskából, a Bánátból szerbek, svábok, meg magyarok is idejöttek szegedi gimnáziummal tanulni, és amikor meghúzták a trianoni határokat, ezek úgyse fognak idejönni a városba, mert nem jöhetnek. Ebben az érvelésben is van egy nagy igazság, hisz kiderült, hogy 921-ben körülbelül a korábbi gimnazisták vagy középiskolásoknak a 60%-a iratkozott csak be, tehát a nagy része a határon túl rekedt, tehát jóval kevesebb épület is elég volt. Lényeg az, hogy a városban volt egy egyetemellenes hangulat, és ez az egyetemellenes hangulat csak nőtt akkor, amikor 921 tavaszán kiderült, hogy hát most már itten a épületek átadását föl kell gyorsítani, itt most már átalakítások kezdődhetnek. Nagyon érdekes, hogy még el se készül a Vas József, az új kultuszminisztériumnak a törvénytervezete, amikor már tulajdonképpen készpénznek veszik azt, hogy ide jön a városba az egyetem, és hát bizonyos technikai eszközöket lehoznak ide, és elkezdődnek az épületeknek a belső átalakításai. Valójában itt az történik, hogy megelőlegezi néhány ember azt, hogy a kormány úgy is áldását adja rá, hisz előző évben volt az egy minisztertanácsi rendelet erről, de az, hogy törvényi szinten ezt az egyetemet, hogy is mondjam, ezt az egyetemi kérdést rendezzék, erre csak 921 májusába kerül sor. De nagyon érdekes az, hogy éppen az általam említett Szárdeczky Kardos Lajos az, aki előterjeszti a nemzetgyűlésben ezt a törvényjavaslatot, és a fő indok, hogy miért kell ide a Tisza partjára egyetem, úgy hagyj egyezzem meg zárójelbe, hogy milyen érdekes, az akkori pénzügyminiszter is ellenezte, hogy ezt a két számizott egyetemet, tehát a Pozsonyit meg a Kolozsvárit fenntartsák. A pénzügyminisztereknek mindig más a logikájuk, mint a kultuszminisztereknek, és úgy gondolta az akkori pénzügyminiszter és az elődje is, hogy hát ebbe a megkisebbedett országba fölösleg is négy egyetem elég pont kettő. Lényeg az, hogy Szárdeczky Kardos azzal érvel, hogy nekünk azért kell ezt a két számizott egyetemet fönntartani, hogy ezzel mutassuk a kultúrfölényünket a környező népek felé. Tehát az érvel is, hogy is mondja, ez a kultúrfölényre való hivatkozás, ez rendre visszatért, rendre megjelent 18 előtt és 18 után is. Természetesen a nemzetgyűlés elfogadja ezt a törvénytervezetet, és törvényerőre emelkedik a 25-ös számú törvény, amely kimondja azt, hogy a két számozott egyetem, a Kolozsvári és a Pozsonyi Egyetem Pécsen, illetve Szegeden folytatja tovább a működését. Igen, nem, de amikor a nemzetgyűlésben folyik a vita, Szegeden a közgyűlés még napirendre sem vette ezt a kérdést, de amikor látják azt, hogy itt most már nagyon szorít az idő, hisz nem soká itt az ősz a nyakunkon, és az épületeket át is kellene alakítani, nagyon gyorsan napirendre tűzik a kérdést, és megint van néhány ember a közgyűlésben, akik ellenzik azt, hogy a város ilyen módon, ekkoráron támogassa az egyetem idehozatalát, sokalják a 8 millió koronát,
fájlalják azt, hogy a középiskolák egy részét föl kell számolni, vagy össze kell vonni. Lényeg az, hogy az ellenzők érveit lesöprik az asztalról, és végül is a hat ellenző városatya kivételve az összes többi megszavazza azt, hogy a város egy óriási áldozattal, de vállalja a Ferencváros Tudományegyetemnek a itt létét. 921. júniusától elkezdnek az építkezések. Az, hogy milyen malőrök történnek építkezés közben, hogy milyen suskusok, hogy milyen botrányok, erről inkább nem beszélnék. Ám bátor, hogy a közéleti akkor sem volt oly tiszta, arra egy példát hagy említsek meg, hogy éppen a határidő szorítása miatt a város Budapesttől kért felmentést, mai fogalmaik szerint a közbeszerzési törvény, akkor úgy mondták, hogy a kötelező árlejtés, tehát a közbeszerzési törvény alól kér felmentést a város, persze a minisztérium megadja, és hogyhogy nem, azt a Ziegler Arnold őrnagyot, illetve a vállalkozását nevezik ki meg fővállalkozónak, akinek igen jó kormánykapcsolatai vannak, annyira jó kormány összeköttetései vannak Ziegler őrnagy úrnak, hogy mielőtt a város egyáltalán ezt a kérvényt elküldte volna Budapestre, Budapesten már akkor kinevezik, hogy úgy mondjam, fővállalkozónak. És persze a haszon nagy részét Ziegler őrnagy úr nyúlta le, hogy pestiesen fejezem ki magamat. Másik ilyen furcsa eset, hogy a közhangulatot az egyetem ellen jó egy néhány napilap szítja. És nem csak a napilapok szítják az egyetem ellenes közhangulatot, hanem például olyan figurák is, mint Csohány János doktor úr, a Bába Képző Intézetnek a vezetője, aki egyébként Pestről jön le Szegedre, aki teli szájjal harsogja a városba, hogy már pedig a Bába Képző Intézetet nem hajlandó átadni az egyetemnek, és hogy azt is arra is célozgat, hogy neki vannak fősebb kapcsolatai. Aztán a levéltár kutakodások során rájöttem arra, hogy a fősőbb kapcsolat valószínűleg az lehetett, hogy a doktor úr a igazságügy miniszter Tomcsányi Vilmos Pál lányát szándékozott elvenni, és valószínűleg arra gondolt, hogy a leendő após majd őt támogatja, és hát, hogy úgy mondjam, megtarthatja magának a Bába Képző Intézet. Tehát aztán, amikor kiderült, hogy hát magasabb szempontok diktálnak a Bába Képző Intézet esetében is, sértődötten itt hagyta a várost, fölment Pestre. Aztán, amikor az egyetem átvette a Bába Képző Intézetet, akkor kiderült, hogy akkora csőtömeget hagyott itt a város, hogy gyakorlatilag teljesen eladósította az intézményt, hogy plusz költségvetés kellett igényeljen az egyetem vezetősége, hogy az adósság halmazt rendezze. Summa summarum, az építkezések, átalakítások folynak 921. július-augusztusában. Augusztus végén kiderül, hogy hát itten október elejére nem nagyon lehetséges az épületek átalakítása, illetve a munkálatok befejezése, de van egy magasabb szempont, ez pedig Vitéz Nagybányai Horthy Miklós őfőmétersága, a kormányzónak a szempontja. Tudnék, 1921. augusztus 23-án a úgynevezett torontáli háromszögből, tehát a Kiszombortól Szőregig terjedő területről, a 8 megmaradt torontáli faluból a szerb katonaság kivonul, és október 8-ára lejön Horthy Miklós, azzal, hogy végigjárja ezt a felszabadult területet. Márpedig Horthy kétszer nem akar Budapestről lejönni, tehát akkor is október 9-én kell megnyitni a tanévet, ha angyalok potyognak az égből, vagy cigány kereket hájnak az angyalok. Maliciózusan azt írja Márki Sándor a naplójába, hogy hát igen, szóval a félkész épületet talán a kihelyezett délszaki pálmákkal el lehet takarni. Kétség kívül, hogy az épületek átalakítása tulajdonképpen október végére fejeződik be. Ennek ellenére hangsúlyozom, hogy a magasabb szempontok diktálnak, tehát október 9-én vasárnap itt megtörténik az első egyetemi tanévnyitó. Mindenki felszabadultan örül. A nehézségek ezután kezdődnek, kiderül az, hogy bizony az épületek átalakítása nem úgy sikerült, ráadásul nagyon-nagyon kevés épület van. Ugye a professzoroknak folyamatosan Somogyi kezdettől fogva 20 óta
professzori lakásokat ígért, aztán 1921 nyarán kiderült, hogy a városban nincs annyi lakás, hogy minden professzornak biztosítsanak szolgálati lakást. Egyrészüket szállodákba helyezik el, mások Budapestről ingáznak éveken keresztül le Szegedre. Ígérgetik azt, hogy az összes egyetemi hallgató, aki igényli bentlakást kapott, kiderül az 1921 őszén, hogy hát olyan kevés bentlakást tudnak biztosítani, hogy albertben nyomorognak ezek a szerencsétlen egyetemi hallgatók. Tehát a nehézségek, hogy úgy mondjam, még csak ezután jönnek. De aztán 1925-26-27 körül talán, mint hogyha kicsit jobb világ jönne, hisz elkezdődnek végre az építkezések, de ez már egy másik történet, amiről azt hiszem, egy másik előadó kellene beszélni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük tanár úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket. A professzorokba így a sok húzavona után nem merült fel esetleg, hogy hát itt egy másik várost kéne választani. Nem-e volt-e nagy rivális a Szegednek egy idő után? Hát a kérdés annyiban jogos, erről idő hiányában persze nem beszélhettem, hogy úgy tűnt egy adott pillanatban, hogy ezt az egyetemet elhoppolhatják, hogy úgy mondjam, Szeged elől. Ez a pillanat egy 1920 decemberében következett, amikor a Debreceni Tudományegyetem, és hangsúlyozom, hogy nem a város vezetősége, hanem Debreceni Tudományegyetem vezetősége meghívta Debrecenbe a két számzott egyetemet. Ezzel a következő volt a probléma, hogy talán, mint a túl későn ébredtek volna, hogy itten van két száműzött egyetem. Valójában kiderült az, hogy hát, hogy úgy mondjam, önös érdekek motiválták a debreceni nagylelkűséget. És tudni kell azt, hogy ugye 1912-ben alapítják meg az ország harmadik és negyedik egyetemét, tehát a pozsonyit és a debrecenit. De 1912-ben Debrecenben elkezdődnek az építkezések, tehát közben jön a világháború, az építkezések részben folynak még, másrészt pedig bizonyos karokat meg se tudnak szervezni, például az orvostudományi kar az csak 1919-20-ban szerveződik meg, tehát tulajdonképpen a Debreceni Egyetem Csonka Egyetem. És hát az az igazság, hogy a debreceneknek jól jött volna, hogyha hát a kolozsvári vagy a pozsonyi professzorok, azok odajönnek. Persze azt ígérték, hogy hát külön jogilag külön lesz választva a kolozsvári egyetem, autonóm lesz, tehát proforma vagy papíron két különböző egyetemről van szó. Tehát mégis csak egy intézményben dolgoztak volna. És hát akik ellenezték ezt a debreceni alternatívát, például Schneller István is, arra hivatkoztak, hogy előbb-utóbb oda költözünk, úgyis össze fog olvadni a két egyetem. Tehát ott nonsense fönntartani két külön egyetemet egy épülettömbön belül. Igen, de az az érdekes, hogy a Debrecennek is fűtfát ígértek, és a kolozsvári professzorok egy része, a tanári kar mintegy fele, az a debreceni alternatívát támogatta. 1921 elején le is ment egy delegáció Debrecenbe megnézni azt, hogy tulajdonképpen a két egyetemnek mit ajánlottak föl. Ez egy furcsa történet, mert kiderül az, hogy tulajdonképpen ezt az egész akciót eredetileg a debreceni orvosprofesszorok kezdeményezik, és először csak a pozsonyi professzorokat, orvosprofesszorokat akarták meghívni. Igen, de hát a két egyetem szorosan együttműködött kezdettől fogva, és akkor a pozsonyak nem akartak hűtlenek lenni a kolozsváriakhoz, akkor azt mondták, hogy csak együtt megyünk le. Aztán, amikor lementek, akkor kiderült az, hogy hát igazából a két menekült egyetem, vagy száműzött egyetem el se férne Debrecenbe. Summa summarum, ilyen belső vita kezdődött, megosztott volt a professzori kar a debreceni meghívás ügyében. Tehát igazából ezt az egész történetet nem ők döntötték el, hanem a budapesti kormányzat. Tudnék, Teleki Pál, Bethlen,
Haller, az összes fontos kormánytényező Haller utóda Vas József is, mindvégig a szegedi folytatást támogatták, és hiába próbálkoztak a debreceniek, lobbiztak, ráadásul egy adott pillanatban a szegedi sajtó is kétségbe esett, hogy hú, hát lehet, hogy a debrecenek ügyesek, mint mi. Mégiscsak a kormánytényezők döntötték el azt, hogy már pedig az egyetem ide jön, pont. Tehát ez egy ilyen kétségbeesett kísérlet volt, és hangsúlyozom, hogy bár arra hivatkoztak, hogy hát mi nagy lelkűen, és hát ide Debrecenbe, és hát minden lehetőséget adunk, igazából itt ilyen önös érdekek működtek. Klebersberg Kuno hol jön be a képbe? Tehát ugye Szegeden az a közhiedelem él, hogy ő az, aki Szegedre hozta az egyetemet. Vagy legalábbis sokan így gondolják, azt hiszem. Hát erre én röviden csak annyit tudok mondani, hogy tévesen gondolják, mert Klebinek, hogy becézték életében és halála után, az egyetem idehozatalához semmi köze nincsen. Ahhoz viszont ugye annál több, hogy az a, hogy is mondjam, nyomorhelyzet, amiben 921 őszén kezdi a tanévet az egyetem, az a hihetetlen anyagi problémák, nehézségek, ezeken túl tudott lenni az egyetem attól kezdve, hogy ő, hogy is mondjam, ki tudta venni a pénzügyi kormányzattól azt a pénzmennyiséget, hogy elkezdődhessenek 926-ban az építkezések. Tehát Klebinek, Klebersberg Kunónak, bocsánat, ehhez nagy köze van, de az, hogy az egyetem idejöjjön, ahhoz azért nincsen köze, mert amikor 921 októberben megnyílik megkezdődik a tanév, akkor ő még nem kultuszminiszter. A érdemei elévülhetetlenek természetesen, de másokat kellene ebben a történetben megemlíteni, tehát Haller kultuszminisztert és Vas József kultuszminisztert, mert ők más egyéb kormánytényezők mellett ennek a történetnek a főszereplői, legalábbis kormányzati szinten. Köszönöm a jelenlévők és a televízió nézők megtisztelő figyelmét. A Minden Tudás Egyeteme Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Varró Vince professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar, egyes számú belgyógyászati klinika nyugalmazott egyetemi tanára professzor emeritus tartja meg Gyomorsav és fekélybetegség egy sikertörténet című előadását. Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a Minden Tudás Egyeteme következő budapesti előadását 2006. november 13-án Gulyás Balázs Tudatboncolás Pettel című előadását hallgathatják meg. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!